szóba került az NB2 létszám csökkentése mellett az NB1 létszám emelésének lehetősége, ami még a jövő zenéje vagy a jövő év témáját képezheti. Mik a főérvek mellette, és mik a főérvek ellene, hogy esetleg újra 16 csapatos legyen a mezőny az élvonalban? Hát már most is közeledik a színvonal az NB1-hez, és azt gondoljuk, ha 16 csapat lesz, akkor még erősebb lesz az NB2, és valóban az NB2 elég sok magyar fiatal ad játék lehetőséget, és egy kicsit szűk a átvezető nyaka ehhez képest az NB1-ben. Abba bíznánk, hogy a nagyobb létszámú NB1 az több magyar fiatalnak adna lehetőséget a további lépésre. Láthattuk-e, hogy hogyan oszlanak meg a magyar, illetve a külföldi játékosok az NB1-ben az arányuk? Ezzel kapcsolatban említette, hogy felmerült annak a lehetőség, hogy esetleg beszélnek arról, hogy a légiósok számát a jövőben korlátozzák. Ez mennyire van napirenden? Hát annyira van napirenden, hogy valamilyen döntést kell hozni jövő év tavaszáig, vagy az, hogy nem változtatunk, vagy az, hogy változtatunk fel. Mert ugye nyilvánvaló figyelemmel kell lenni, hogy sokan élő szerződéssel rendelkeznek, tehát a csapatoknak előre kell tudni egy-két évvel, hogy változás következik. Volt már ugye olyan, amikor változott egy volt kötelező hazai arány, limitáló volt a külföld, hogy inkább így választolják. Most én úgy érzem, annyira nem rossz a helyzet. Tehát, hogy említettem a számokat, most már 57%-ban magyarok játszanak. Ha ez így folytatódik, és elérnénk a 60 fölötti számot, akkor nem is biztos, hogy nagyon gondolkodnánk rajta. Úgy fogalmazott elnök úr, hogy nem hasznosulnak a TAO támogatások. Nem is fogalmaztam. Hát, hogy nem teljesen hasznosulnak. Tehát, hogy ahhoz képest, amennyi költünk az utánpótlásra, nem elég hatékonyan hasznosult. Tehát több fiatal szeretnék látni a csapatokba, több fiatal szeretnék látni külföldi nagy klubokba, és hát így tovább. Nyilvánvalóan jó lenne jobb eredményeket, és a jobb eredmény esetén, például ott a jobb eredmény alatt értem az is, hogyha nekünk az U21-es válogatottunk úgy állna föl, hogy mindegyik játékos a külföldön vagy Magyarországon NB1-es szinten játszik, az már egy óriási eredmény lenne, mert azt mutatná, hogy elindult a felfelé áramlás. Valahol valószínű nagyon érdekes a dolog, mert a Davül Pass azt mondta, hogy az akadémiák jó munkát végeznek, de nem igazán jó alapanyagot kapnak. Tehát ami ugye akkor lehet, hogyha nem jó a kiválasztás, és a fiatalok nem kapják meg azokat a képzéseket, amit fiatal korban is lehet adni, mert nem kell nyilvánvalóan erőléti edzéseket egy 68 vagy 10 éves vagy 12 éves gyereknek folytatni, de azt, hogy kell fejelni, hogy kell levenni a labdát, hogy kell szabadulás, tehát ezeket a technikai ezek készségszinten meg kellene, hogy legyenek, mire ők beérkeznek 14 fölé, és ott pedig ugye kellene tovább csiszolni egyéni képzésekkel ezt a technikai tudást, és ugye a taktikai, meg akkor később már az erőléti edzések. Szóval ez a rendszer, amit lőnek gyakorlatilag a Robi ég, tehát így álljon össze a dolog, és remélem, hogy ez több eredmény hoz. Mindenki mondja, hogy van egyéni képzés, csapatok, de az igazság, hogy a csapatok jelentős részében nincs egyéni képzés. Se utánpótlásnál, sem a csapatnál.